Üdvözlöm a hallgatókat, Fekete Vadász Jerika vagyok, a Heves megyei hírlap és a heol.hu újságírója. Mai vendégünk Francia Fonni, aki a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet hospice osztályán önkéntes. Egy családi veszteség ösztönözte arra, hogy jelenkezzen önkéntesnek. Üdvözlőleg Fonni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elmesélnéd kérlek ezt a történetet, hogy mi is vezetett oda, hogy az EGRI kórházban kezdj el önkénteskedni? Édesapámat márciusban veszítettem el egy nagyon-nagyon gyors, lefolyású, daganatos betegség következtében. Szinte egy hónap, egy hónap volt, és volt egy másfél hónapos időszak, amikor, amikor nagyon magam alá zuhantam, és május elején döntöttem úgy, hogy ha vele nem sikerült, ezt az egészet teljesen végigcsinálnom. Gondoltam másnak, másnak segítek, könnyebbé, szebbé tenni az utolsó napjait, és ezért döntöttem a hospice osztályon önkénteskedés mellett előtte is jártál már az osztályon, vagy így az önkénteskedés miatt ismerted meg? Soha, előre? soha, és az elején féltem is. Féltem attól, hogy, hogy, mit látok, hogy milyen betegekkel fogok ott találkozni, mert azért tehát a haldokló betegekről van szó, és, és nagyon nagy félelemmel mentem egyébként első alkalommal, de ez egyre-egyre könnyebb mostanra már. Kellett valamilyen előképzettség, vagy valami tanfolyam, hogy itt önkénteskedhet? Nem volt rá szükség. Uh -huh. Segítettek a kollégák. Igen, igen. Uh -huh. Nagyon-nagyon segítőkészek. És milyen feladatokat kell ellen, Hogy Hogyan kell ezt elképzelni, hogyha bemész a kórházba? Mi az, amiket csinálsz bent? Az elején csak meg úgy igazából úgy is indultam neki, hogy hogy csak a beszélgetés része, amit, amit leginkább tudnék, vagy esetleg, ha a programokról van szó, ünnepnapok, egyebek, abban, abban tudnék segítkezni. Viszont most már egyre bevállalósabb vagyok, és, és most már azért a, a pelenkázás is szóba jöhet, etetés, itatás... De mindezek mellett a lelki, a lelki dolgokat is azért próbálom próbálom egyensúlyban tartani, és hát a közeljövőben vannak terveim is. Mik a terveid? Szeretnék majd egy képzést elvégezni, és, és továbbra is ott szeretnék maradni és tevékenykedni. Ez nagyon jó hangzik, és nagyon nemes cselekedet, úgy gondolom. Említetted, hogy az elején azért féltél, hogy lelkileg mennyire lesz ez nehéz. Mik a tapasztalataid most a betegekkel? Milyen a viszonyod? Hogy tudod őket segíteni? Ugye, amikor elkezdtem járni, akkor, akkor még nekem is nagyon-nagyon friss volt a veszteség. És emiatt picit nehezebben is nyitottam a betegek felé, illetve még akkor nem tudtam, hogy, hogy egyáltalán hogy kezdjek el velük beszélgetni. Ugye mert tudatában vannak azoknak a dolgoknak, hogy, hogy milyen osztályon is vannak, miért vannak ott, és, és nagyon nehezen nyitottam. Aztán egyre többet beszélgettem, egyre több beteggel, akik már így jobban befogadtak, és többet kezdtek el mesélni magukról, meg az életükről, az, az nagyon felemelt engem is lelkileg. És ott van mögöttük x év tele történetekkel, és amikor erről elkezdenek beszélni, megmesélni a jó és rossz dolgokat, amik így életük során történtek velük, és mikor meglátom a szemükben azt a csillagást ahogy visszaemlékeznek, az, az szerintem minden többet jelent. Volt egy uh, Facebook poszt is ezzel kapcsolatban, hogy uh, megosztották a te történetedet, és ott uh, említetted azt is, hogy kölcsönösen mosolyt csaltok egymás a arcára, tehát te is a betegeknek, és ők is neked. Ennek fényében uh, hogy gondolod, hogy érzed, hogy segített a gyászfeldolgozásban ez a munka? Nekem nagyon sokat segített. Nagyon sokat segített, és nagyon sok ember egyébként téfitben van, szerintem, magával a Hospice osztályjal kapcsolatosan, de, de tényleg, tehát, hogy ott, ott próbálják mindenki egy egyig a lehető legjobbat adni a betegek számára, mind fizikailag, mind lelkileg. És igen, javarészt nekik is köszönhető, hogy, hogy mosolygok. Mik ezek a, a tévhitek szerinted, amit egy átlag ember gondol, aki még tényleg nem is járt ö, ilyen helyen? Szerintem sokan úgy vannak velem, hogy hogy a hospice egy úgymond elfekvő, és, és hogy ott már nem kapnak túl sok mindent ezek a betegek, de, de abszolút nem erről szól. Mert ugye vannak olyan betegek, akiknek mondjuk a családtagjai nem tudják valami oknál fogva gondozni ebben a betegségben szenvedőket, és itt pedig mindent megkapnak, mindenféle ellátást. Ha jól tudom, akkor így az ünnepeket is uh, tartják bent, tehát vannak összejövetelek, és nem úgy kell elképzelni, hogy csak um, fekvéssel töltik mondjuk az, az egész napot, aki tud mondjuk fölkelni az ágyból, ugye? Nem, nem, és nagyon-nagyon sok mobilizálható beteg van meg akik sétálgatnak, az udvaron töltenek el nagyon-nagyon sok időt. Vannak, akik kertészkednek is, és viszonylag tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon jó hangulatban telnek a napjaik. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk, és betekintést nyerhettünk így a, az Egri Hospice osztály életébe, és hogy milyen is egy önkéntes munkája. A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és várjuk majd a következő adásunkra is őket.